Itt a Híradó, köszöntöm Önöket! A Nemzeti Választási Iroda áprilisban postázta az Európa Parlamenti Választásra szóló értesítőket. Aki nem kapta meg a nevére szólót, az a helyi választási irodánál jelezheti ezt. A választási iroda Pápán a polgármesteri hivatal épületében található. Az EP választásra készülődve a megadott határidőig, május 9-ig 4 párt delegált tagot a választási bizottságba. Az Európa Parlamenti Választás időpontja május 25-e. Az Európa Parlamenti Választás szavazatszámláló bizottsági tagjainak tartottak tájékoztatást tegnap Pápán. Ez része a választási előkészületeknek, amelyek rendben zajlanak, mondta a helyi választási iroda vezetőjének jogi helyettese. Ma a képviselőtestület által megválasztott választottagokat, illetve póttagokat hívjuk oktatásra, illetve egy tájékoztatót szeretnénk nekik megtartani arról, hogy mi az a munka, amit eddig elvégeztünk, mi az, ami még előttünk áll, illetve a számukra átadjuk azt a választási füzetet, amiből felkészülhetnek a választás napján a teendőkre. Az Európa Parlamenti Választás napja május 25-e. A voksokat reggel 6 és este 7 óra között lehet majd leadni. Pápán ugyanúgy 31 szavazó körben, mint az országgyűlési képviselői választáskor. Ha valaki nem a lakóhelyén kíván szavazni, azt kérelemben kell, hogy jelezze a helyi választási iroda felé. Külföldi tartózkodás esetén május 17-én 16 óráig. Ez annak a feltétele, hogy a külképviseleti névjegyzékbe bekerüljön, és külföldön tartózkodási helyén Magyarország főkonzulátusán vagy nagykövetségen tudjon szavazni. A jövő héten pénteken, tehát május 23-án 16 óráig lehet kérni a helyi választási iroda vezetőjétől, hogyha valaki a szavazókörétől eltérő helyen szeretne szavazni, de Magyarországon, tehát a lakcímétől eltérő helyen, átjelentkezéssel szavazhat ő, az átjelentkezési kérelmet írásban kell benyújtania. A szavazás napjára a mozgásukban korlátozottak mozgóurnát igényelhetnek. Kérvényüket a lakóhely szerinti jegyzőnél május 23-án 16 óráig, illetve a választás napján az illetékes szavazatszámláló bizottságnál 15 óráig nyújthatják be. Május 25-én egy szavazólapot kapnak a választópolgárok, ezen országos pártlistára lehet szavazni. Az unió országaiban megválasztásra kerülő összesen 751 Európa Parlamenti képviselőből 21 lesz magyarországi. Az eredményeket május 25-én este jelentik be. Az iparpolitikában rejlik Magyarország jövője, a szocialisták a zöld energiás beruházásokat részesítenék előnyben a következő években. Erről Gurmai Zita, az MSZP Európa Parlamenti képviselőjelöltje beszélt ma Pápán. Mint az Európai Szocialisták Pártja nőszervezetének elnöke, Gurmai Zita kitért arra is, a női munkaerőt a férfiakéval megegyező mértékben kell megfizetni egész Európában. Magyarország gazdasági felemelkedésének kulcsa az ipari fejlesztésekben van. Az MSZP a következő években a zöld energiás beruházásokra helyezné a hangsúlyt. Ez egyben a vidékfejlesztés lehetősége is, és megoldást adhat a fiatalok munkanélküliségi problémájára. El lehet dönteni, hogy Európa kubikusai leszünk, ahogy azt a Fidesz szeretné, vagy a Magyar Szocialista Párt programja szerint kivesszük a részünket Európa iparának fejlődéséből. Ez a munka már Európában elkezdődött. A tagállamok a jelenlegi 15-ről 20%-ra növelik a gazdaságban az ipari termelés arányát. Gurmai Zita szerint a közelgő Európa Parlamenti választás ezen elképzelések megvalósításáról is szól. A munkavilágát tekintve az európai szocialisták a női és férfi munkaerő egyenlő elismeréséért is tenni akarnak. Hangzott el Gurmai Zita pápai látogatásakor. Az egyenlő munkért egyenlő bér elveről egy pár mondatot, ugye ma ez a bérolló 16%, de ha azt mondom, hogy 60 napot ingyen dolgozunk mi nők, ugyanazért a bérért, akkor a sokkal inkább érthető. Az Orbáni 4 évnek köszönhetően Magyarországon ez a bérolló kinyílt, egyébként ugyanakkora volt, mint az európai. A szocialisták egyeztetés sorozatba kezdtek a hazai civil szervezetekkel. Erről Budai Bernadett, az MSZP szóvivője beszélt a pápai MSZP szervezet rendezvényén. Eszerint tárgyaltak például a közmunkások szakszervezetével, megállapodást kötöttek a Nők a Változásért mozgalommal, és találkoztak zöld szervezetek képviselőivel is. A héten tartotta hagyományos német nemzetiségi projekthetét a Munkácsi iskola.
Az Ágacska elnevezésű programsorozat a német nemzetiségi hagyományok ápolását tűzte ki célul. Mindezt élményszerű, változatos, zömében interaktív programok során megvalósítva. Az Ágacska projekt életközelivé szeretné tenni a sváb hagyományok ápolását és a sváb történelem megismerését. Az iskolai tananyagon túl szeretnének mutatni programjaikkal, ezért is van minden évben a projektnek egy felnőtt vendége, aki természetesen sváb származású. Valamikor 1998-ban az akkori német kisebbségi önkormányzat vezetője Hauber Károly megkereste az iskolánkat, hogy vállaljuk-e a német nemzetiségi oktatást, és akkor mi vállaltuk. Most úgy alakult, hogy Hauber Károly keresztanyja, Panni néni, keresztmamája, Panni néni a vendégünk, és ő mesél nekünk a magyarországi németek hagyományairól, szokásairól, a saját életén és a családja életén keresztül. A projekt héthez pedig úgy kapcsolódik ez, hogy Karcsi mindkét gyermeke ide jár már a mi iskolánkba, és az Ágacska projektünk meghívott vendége mindig hozzátartozója, közeli hozzátartozója valamelyik tanítványunknak. Ennek a projekt hétnek most két ágacskája van, Hauber Frida első N-osztályos és Hauber Henrik harmadik N-osztályos tanulók. Masszi Ferencné egész héten részt vett a programokban. A tanórákon életéről és a sváb hagyományokról mesélt, a hagyományápoló játék délutánon pedig megmutatta, hogyan is köpülték régen a vajat. A vaj az egy nagyon egészséges étel, ettél már vajas kenyeret. Igen! Na hát itt készül régen, akkor kész volt a vaj, és sok vajat csináltak, akkor beletették, úgy hívták ezt, hogy vajformázó. Az a vajformázó. Sok-sok program várt a diákokra a német nemzetiségi projekt hét során. Többek között sváb táncokat táncolhattak, barkácsolhattak, Majer Károlyné és Beszprémi Vendelné sváb dalt tanított a gyerekeknek, de volt kirándulás Bébre és Bakonyszűcsre is. Kékfestőmester is járt az iskolában, és rajz, illetve fordítói pályázatra küldhettek be alkotásokat a gyerekek. A projekt hét hétfőn kiállítással fog zárulni. Egy héten át Kampeni diákokat és tanárokat látott vendégül a Vajda Márta Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. A holland partnerintézményből már negyedik alkalommal érkeztek vendégek. A találkozásból mindkét intézmény profitál, nem csak a pedagógusok tanulnak egymástól a módszertan tekintetében, hanem a diákok között is elmélyül a kapcsolat. Közös munkával egymás elfogadásáért is sokat tesznek. 6 évvel ezelőtt kezdődött a pápai és a Kampeni iskola közötti kapcsolat. A kampeniek már több egyszer jártak Pápán, s most is jól kidolgozott, tartalmas programmal érkeztek. Mai napra a sportprogramot terveztünk, de az időjárás miatt sajnos egész héten egy kicsit változtatnunk kellett mindegyik programon. Bent beszorultunk az épületbe. A gyerekek az alaksorban pólókat festenek közösen a hollandiákokkal, az önkiszolgálásban segítkeznek egymásnak, személyi higiéniát tanulnak egymástól. 30 diák érkezett 8 pedagógussal. Art Kleier, a Kampen Pápa Bizottság megbízott vezetője azt mondta, mindig szívesen jönnek Pápára, és nem csak azért, hogy a diákok közösen vegyenek részt kirándulásokon, kulturális és egyéb programokon, hanem azért is, hogy együtt dolgozzanak, tevékenykedjenek. A mostani látogatás során is a pápai és a kampeni fiatalok együtt festették és mázolták az alaksori helyiségeket, a holland diákok még egy komposztálóládát is készítettek az iskolának. Ezen munkák során egymás elfogadását is megtanulják, hangsúlyozta Art Kleier. A Vajda Márta iskola igazgatója elmondta, eddig mindig a holland intézmény diákjai jöttek Pápára, azonban egy uniós pályázatnak köszönhetően kedvező elbírálás esetén jövőre a Vajda iskola tanulói is kijuthatnak Kampenbe. Az országos döntő 3. helyezésével tértek haza Pákozdról az acsádi iskola diákjai a hazánk NATO csatlakozásának 15 éves évfordulója alkalmából rendezett vetélkedőről. A 3 fős pápai csapat remekül helytállt a szervezet ismeretét felmérő versenyen, melyen az elméleti kérdések mellett szituációs feladatokat is meg kellett oldaniuk.
Pongrácz Attila, Kis Péter, Boda Sándor. Ők alkották az Acsádi iskola csapatát, melyet a Pákozdi katonai emlékhelyen rendeztek meg. Volt egy első forduló is, ott egy internetes tesztet kellett kitölteni, és onnan a legjobb hadcsapat jutott be a döntőbe. Az országos döntő komoly felkészülést igényelt a fiataloktól. Leginkább a NATO felépítése, a NATO főtitkárok, a NATO missziókból és a NATO főtitkári feladatokból leginkább, hogy ezeket kellett ismerni. Hát rengeteg érdekes feladat volt, volt köztük szöveges kifejtős is, volt olyan, hogy mi voltunk a NATO főtitkár, és interjút kellett adni. Volt egy történet, és hogy ki kellett találnunk, hogy mit tenne ilyenkor a NATO, és a zsűri tagok vissza is kérdezhettek, hogy ezt miért így tenni, meg ilyenek. A fiatalok szerint a vetélkedő remek hangulatban zajlott, de a katonás fegyelmet mindenkitől elvárták. Az Acsádi csapatának felkészítője Dernóci Attila nyugállományú alezredes volt, aki az intézmény katonasuli elnevezésű programjában a katonai alapismereteket tanítja. Mint mondta, elégedett volt diákjaival. Bevetettünk mindent, még a titkos fegyvereinket is. Nem akarom népszerűsíteni, de a neten is erőteljesen folytattuk a felkészülést, legalábbis a kapcsolattartást. És élmény volt látni őket, amikor csináltuk az első fordulót. Én voltam, aki stopperelt, tehát én benne nem szóltam, küzdjenek ők. Viszont én idegesítettem őket azzal, hogy még van 5 percetek, még van 3 percetek, még ezt meg kellene csinálni. Tehát ilyen jelenleg, de élvezett volt. Azt a lelkesedést, amit ők ott mutattak, már az megérte. A pápai csapat tagjai egyébként fél ponttal maradtak le csupán a második helyről, és felejthetetlen élményekkel tértek haza a Pákozdi katonai emlékhelyről. Az ifjúsági filharmónia bérlet utolsó koncertjét a Szavária Szimfonikus Zenekar adta. Ebben a bérletben a zenei programok célja, hogy a megszokottól eltérő módon mutassák meg a művészek, miért szerethető és hogyan érthető meg a klasszikus zene. A szombathelyiek ezúttal a madárhangokat csempészték be koncertjükbe. Sikeres volt az évad, jók a visszajelzések, mondta Szanyiné Csepregi Ilona művelődés szervező, a filharmóniai előadások felelőse. Nagyon változatos és szép programokkal zajlott az idei filharmónia sorozat. Balettel kezdtünk, a népek táncával ismerkedhettek a fiatalok, utána egy kis népzene a Vujicic együttestől, és most pedig szimfonikus zenekari muzsika a madárkoncert zárja. A 4 hangversenyen több mint 1300 fiatal fordul meg itt nálunk a színházterem falain belül. Az ifjúsági filharmóniai programokban mindig van egy koncertmester, moderátor, aki mesél a diákoknak a művek keletkezéséről, a hangszerekről, zeneszerzőkről, a korról, amikor alkottak. A cél, hogy az ifjú hallgatóság megértse a muzsika mögött húzódó tartalmakat, s megszeresse a komoly zenét. Igyekszünk, törekszünk, fel kell vállalni ezt a missziót. Ezt nem kerülhetjük meg, nem dughatjuk a homokba a fejünket, hogy mi szépet csinálunk, és akit érdekel, valami úton-módon meg kell próbálni összehozni a két felet, a két oldalt, és hát a fiatalokon múlik az, hogy ez a szegmense az európai kultúrának, a szabad magamat ilyen módon kifejezni, hát feledésben merül-e, kikerül-e a divatból, vagy mégiscsak érinti őket, de minimum megmutatni nekik, hogy ilyen van, és akkor hát aztán a választás már rajtuk múlik. Madárkoncert. Ez volt a címe a Szavária Szimfonikus Zenekar koncertjének. Itt többek közt felcsendült Vivaldi Pacsirta Fuvola versenye és Haydn G-moll tyúk szimfóniája is. Közel 600 fiatal vesz részt a 13. országos ifjúsági néptánc találkozón, melynek pápavárosa ad otthont május 23-án és 24-én. A program pápaváros 800 éves évfordulójára szervezett rendezvénysorozat egyik eleme. A találkozóra a határon túlról is érkeznek csoportok, s természetesen a pápai református kollégium művészetis diákjai is fellépnek, derült ki a ma délutáni sajtótájékoztatón. Pápa hagyományos programjai, valamint a város kulturális életébe nagyon jól illeszkedik a néptánc találkozó, mondta dr. Áldozó Tamás polgármester, a rendezvény fővédnöke. Szeretném megköszönni itt a nyilvánosság előtt is a szervezőknek az ezévi
munkáját. Mi azt reméljük, hogy a hétvége programjába szépen bele fog ez illeszkedni, és találkozni is fog más, hagyományosan a másik rendezvényünkkel, az Agrár Expo-val, hiszen a néptáncosok meg szoktak jelenni az Agrár Expo-n, felvonulnak a kiállítási területen. Fontos eleme a programnak a már említett szombati felvonulás, melynek végállomása a református templom. Itt majd 4:12-től Sebő Ferenc tart előadást. Leglényegesebbek természetesen a fellépések, de lesz mód kikapcsolódásra is. Ebben az évben is nagyon nagy népszerűségnek örvend a fesztivál, hiszen 18 együttes jelentkezett, közel 600 fővel vesznek részt majd ennek a két napnak a programjaiban. Szervezőként természetesen mi arra törekszünk, hogy ne csak a néptánc bemutatók legyenek a programban, hanem mindazok, akik ide érkeznek Budapesttől Salgótarjánig, Ménfőcsanaktól, Százhalombattáig, Szekszártól, Mezőberényig, érezzék jól magukat a városban, ismerjék meg pápa kultúráját, hagyományait, épületeit, hangulatát, vigyék a jó hírét a városnak. A találkozó első bemutató blokkja május 23-án pénteken 18:30-kor lesz. A következő május 24-én szombaton 15 órakor, ekkor lépnek majd fel a pápaiak is. A harmadik bemutató műsor pedig 19 órakor kezdődik majd. Itt választják ki azt a 8-10 együttest, aki a jövő évi budapesti néptáncantológián bemutathatja azt a műsorát, amit itt Pápán is bemutatott. A találkozót a Dűvő Népzenei Együttes lemezbemutató koncertje zárja szombaton 21 órakor a főtéren, de lesz táncház is. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a programokra. Az elmúlt két nap során közel 30 esetben riasztották a pápai katasztrófavédelmi kirendeltséget a viharos erejű szél okozta károk miatt. Tegnapi adásunk óta a főutcán és a Bánki Donát utcában háztetőt rongált meg a szél. A tűzoltóknak munkát adott továbbá egy, a Jókai utcán megdőlt tűzfal. Pápán kívül Magyargencsre, Pápa Salamonba, Vinárra és Mezőlakra kellett kivonulniuk fakidőles, illetve lakóépületre veszélyesen rádőlt fa miatt. A lehullott csapadék miatt adásunkig nem kellett közbeavatkoznia a katasztrófavédelemnek. A hétvégére már barátságosabb időig érkezik, a részleteket az időjárási előrejelzésből tudhatják meg. Szombaton már több-kevesebb napsütésre, erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. Az északnyugati területek kivételével több helyen alakulnak ki intenzív záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is lehet. A Dunántúl északnyugati felében olykor erős lehet az északnyugati szél. Vasárnapra nyugaton is felszakadozik a zárt felhőzet, napközben gomoly felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Zápor, helyenként zivatar azonban kialakulhat. A következő napokban a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6-11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink, tartsanak velünk majd hétfőn is, viszontlátásra!